Önök az Emplén Televízió híradóját látják, munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket. Kiemelt híreinkkel kezdünk. Újabb rekord, 171 tételt neveztek a Sárospataki hegyközségi borversenyre. Teljesen megújul a Sátoralja újhelyi Kossuth gimnázium. Tanévkezdésre elkészülnek a munkálatokkal. Kétnapos borfesztivált tartottak Sárospatak fűterén. 171 bort neveztek a Sárospatak hegyközség borversenyére az itt élő borászok, bortermelők. A város és a szakmai szervezet közös rendezvényén 7 bíráló bizottság értékelte a borokat. A zsűriben szakemberek és az egyszerű fogyasztókat képviselő meghívott vendégek foglaltak helyet. Az idén már 18. alkalommal megszervezett helyi versenyen ismét kiválasztották a pataki diákok borát, és egy újításként a 2018-as nyár borait is. Ez utóbbiakat a helyi éttermek szerepeltetik majd kínálatukban. Egy újabb hagyományos verseny, amely felnőtt korba lépett. 18. alkalommal szervezték meg a Sárospatak hegyközség borversenyét. A város és a szakmai szervezet közös rendezvénye a Sárospataki Borfesztivál nyitó eseménye egyben, ahol a borászok, bortermelők találkoznak. Idén 171 bort neveztek az itt élő boros gazdák, a legjobbakat 7 bíráló bizottság választotta ki. Körülbelül 50-50%-ban a bor különlegességek, tehát a szamorodnik és asszúborok, illetve a fajta borok aránya nagyjából így oszlik meg. Ez is, én azt gondolom, azt mutatja, hogy olyan borokat neveznek, amelyek tényleg nagyon komoly borok, magas értékű borok, és méltán képviselik ugye magát a borászatot is. Tehát ilyen szempontból ez egy érdekessége a mostani borversenynek. Azért, hogy a legjobb borok egyszerre tükrözzék a szakma és a fogyasztók ízlését, valamennyi zsűriben helyet kaptak társadalmi tagok is. A versenyen részt vett a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára, aki jelezte, a helyi borversenyek az országos megmérettetése is érett borok első helye. Itt az arany, nagy arany minősítést kapott bor is lehet később egy külföldi rendezvény főitala. Mi az országos borversenyt egy tehetséggondozásként, egy mentorálási szakasz kezdeteként tekintünk rá, hiszen a díjnyertes pincészetek tovább jöhetnek velünk azokra a Magyar Turisztikai Ügynökséggel szervezett rendezvényekre, amelyekkel a magyar bor hírnevét külföldön kívánjuk promotálni. A helyi borászatok megismertetése, az itt termelt borok ajánlása is célja a borversenynek. A díjazott borok iránymutatása fogyasztóknak a választáshoz. Ezért idén kiválasztották a 2018-as nyár borait is. Ezek a borok idén egy ételajánlattal felkerülnek az éttermek kínálatába. Komolyabb éttermek rendelkeznek szomeliével. A szomeliének az a feladata, hogy az adott kiválasztott ételhez egy tökéletesen illeszkedő bort rendeljen hozzá, és ugye mi ezzel ezt szeretnénk egy kicsit elősegíteni, hiszen ez a nyári szezon bora lesz, és az étlapunkon több ételt is emellé a bor mellé fogunk társítani, így a vendég egészen biztos lehet benne, hogy egy nagyon-nagyon jó minőségű szakemberek által választott bort fogyaszt, és ezáltal biztosan egy gasztronómiai élményben lesz része. A minősített borokat, az arany, nagy arany, ezüst és bronzok leveleket, a 2018-as nyárborait és a pataki diákok borát a Sárospataki Borfesztiválon adták át a termelőknek. Szeptemberben nem csak kívülről megújult épület fogadja majd a Kossuth Lajos gimnázium tanulóit, hanem belső felújításokon is átesik az iskola a nyári szünetben. Több termet, a folyosót és a tanári szintet is megújítják, de új iskolabútorok és számítástechnikai berendezések is érkeztek az oktatási intézménybe. Önkormányzati pályázat keretében zajlik a Kossuth Lajos gimnázium energetikai korszerűsítése, mindeközben a nyári karbantartási munkálatok keretében belső felújítások zajlanak az oktatási intézményben, többek között a tanári szobában, a fogadótérben, a folyosókon és több tanteremben folynak tatarozások. Nagyon fontos volt már, hogy itt a tanári szint is egy kicsikét megújuljon, megszépüljön. Most sikerül a tanári szobát az ablakcsere után rendbe tenni, illetve itt ezt a zsibongó részt, ahol általában szoktuk fogadni a szülőket is, megbeszélés gyanánt, hogyha egyéni konzultációra van szükség.
Ezen kívül a lépcsőházunk kifestésre kerül, ez már 10 éve legalább porondon van, most sikerül ezt is realizálnunk, aztán szépen fokozatosan indulunk majd az első emeleti folyosóval. A nyári szünetben 3 tantermet is megújítanak, a festés mellett 2 osztályteremben a parketta csiszolását is végrehajtják, és a 3 terem teljesen új bútorzatot is kap. Az iskolában egy új projektszobát is kialakítanak, de már megérkeztek az iskolába azok a számítástechnikai berendezések és bútorok is, melyet egy pályázatnak köszönhetően tudott beszerezni a gimnázium. Egy nagy pályázatot nyertünk el, erről én már több alkalommal beszámoltam a televízió nézőinek. Ennek keretében bútorokat, számítástechnikai eszközöket is tudtunk vásárolni, tehát így egy egészen modern kis csoportszobánk lesz. Azon kívül minden kollégát el tudunk látni laptoppal. Ez azért is fontos, hogy mindenkinek legyen egy saját eszköze, hiszen szeptember 1-től már csak az elektronikus adatszolgáltatás van, illetve nálunk is életbe lép hivatalosan is az e-napló használat. A nyári karbantartások célja, hogy szeptemberben a diákokat, a szülőket és az iskola iránt érdeklődőket is megszépült környezet fogadja. Több ezer vendég részvételével zajlott július 3. hétvégéjén az 5. Sárospataki Borfesztivál. A kétnapos Makóvesz téren megtartott rendezvényen tucatnyi borász kínálta jobbnál jobb borait. Helyi kézműves és gasztronómiai termékek mellett 4 koncert is várta a rendezvény résztvevőit. Nagy koncertekkel, tokai borokkal, kézműves termékekkel és jó hangulattal fogadták a hétvégén mindazokat, akik kilátogattak az 5. Sárospataki Borfesztiválra. A Makóvesz tér kényelmében számos helyi és a járásban megtalálható borászat kínálta minőségi borait, a termelők között kisebb és nagyobb pincészetek egyaránt megtalálhatóak voltak. Gerincét a borkínálatnak a Sárospataki Borterasz pincészetei adják. Hozzájuk csatlakozik már évek óta Tolcsváról a Fitomár pincészet, vagy éppen Tokajból az Ászok Borház, de természetesen a térség legnagyobb állami cége a Grand Tokai is állandó partner, csak úgy, mint a sátoralja újhelyi borászatok. És hát ami fontos, hogy a bor mellé valamilyen gasztronómia is szükséges, így sajtkészítővel, vagy egyéb borhoz illő étkekkel is találkoznak a kedves vendégek. A borfesztivál arra is jó alkalom, hogy a feltörekvő fiatal pincészetek is bemutatkozhassanak. Így voltak Fedorék is Bodrogolasziból. Sárospatak hegyközséghez tartozunk egyébként, és a család többi tagjának a készítésére, hogy mutassuk meg mi is magunkat, és ezért jöttünk ki. Hegyalja több településén is léteznek boros rendezvények, Sárospatakon jól bevált a júliusi hétvége, és a helyszín is, mondja az alpolgármester. Elkészült a Makóvesz tér, és itt próbáltuk meg az elsőt, akkor látszott már, hogy ez egy jó kezdeményezés, és most már az 5. év azt mutatja, hogy beigazódott az akkori elképzelés, hiszen most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy színvonalas, nagyon jó hangulatú és nagyon sok embert vonzó rendezvényet a Sárospataki Borfesztivál. Tegnap délelőtt megtartott borverseny a legjobb példája arra, hogy egyre több borász gondolja azt, hogy fontos, hogy itt megjelenjen, hogy részt vegyen ezen a fesztiválon, akár a versenyen, akár magán csak a fesztivál programjain. Az elmúlt 1-2 évben már nem mi hívjuk a borászokat, hanem ők jelentkeznek, hogy szeretnének részt venni a Sárospataki Borfesztiválon. Azt hiszem, ez mindent elmond a szakmai hátteréről a fesztiválnak. A hétvégén bár kicsit lógott az esőlába, végül mindenki kellemes nyári estén kapcsolódhatott ki. Azt hiszem, hogy a sárospataki emberek is kezdenek ráérezni az ízére, egyre többen jönnek ki. Talán tegnap azt mondom, hogy szinte csak a sárospataki és a kötődésűek voltak, nagyon kevés volt az idegen, ma már sokkal több idegent is látok, úgyhogy összefogás, szervezés, a termelők összefogása, a város együtt, úgy látom, kezd működni a dolog. És a hangulat jó is volt mindkét este, pénteken a Balkán Fanatik és Hevesi Tamás, míg szombaton a Hodges Band és Charlie gondoskodtak a tokai borokhoz kínálható zenei élményekről.
Igazi nagy ágyuk, a régi rali versenyzők, új sportolók találkoztak ismét a bozsvai rali pikniken. A zempléni autósport rajongók kishegyközi közössége 7 éve szervezi meg ezt a közönség találkozót. Az idei eseményre ifjabb Tóth János, Spitzmüller Csaba, Túri Tamás is ellátogatott, szívesen beszéltek élményeikről, emlékeikről, a régi zemplén ralikról. Egy-egy versenyen jó esetben a gépátvételek során vagy a futamok végén van lehetőség találkozni a rajongóknak a versenyzőkkel. Pedig az igazi sportszeretőknek sok-sok kérdése lenne autóról, kulisszatitkokról, szakaszokról. Erre találták ki a hegyközi autósport rajongók a bozsvai rally pikniket. 7 éve kötetlen beszélgetésre hívják a versenyzőket, újakat és régieket egyaránt. A régi vágos versenyzők mind eljöttek. És tényleg volt közkémátra Túri Tomi, kérték tavaly többen, hogy hívjuk már, meg próbáljuk ide szervezni. Sikerült, eljött ugyan autót, nem tudott, azért nem indul a bajnokságba le, de hát elmondta, hogy bármikor bejönne szívesen versenyezni még tovább. A közönség találkozón sok szép régi emléket megosztottak a versenyzők a rajongókkal. Spitzmüller Csaba, ifjú Tóth János vagy Túri Tamás szívesen hozta elő több évtizedes autósportos történeteit. Tegnap, mikor érkeztem, már sötétbe jöttem, és pont azokon a pályákon jöttem a gyorsaságon, nem is gondoltam, mert már azt sem tudtam hirtelen, hol van Bózsba, de úgy pont azokon a pályákon jöttem, és rögtön beugrott mindenképp, úgyhogy jó kis emléke. Természetesen a bajnokságban jelenleg is szereplők is részt vettek a bozsvai találkozón, és szóba került a novemberi Zemplén rally is. Mindig jó versenyek vannak, jó a térségnek az adottsága ahhoz, hogy jó rally versenyt tudjon rendezni, ugye jó pályák kellenek ehhez, és itt ez megvan. Úgyhogy remélem, hogy ez a Zemplén rally az idei is nagyon jó verseny lesz. A piknik szervezésében nagy szerepük van a helyi autósoknak is, akik örömmel vesznek részt mindig a bozsvai találkozón. Nekik is nagy élmény más körülmények között találkozni társaikkal. Ezt többször kellene, meg több helyen kellene ezt megismételni, hogy így a közönség sokkal közelebb kerül a versenyautókhoz, meg a versenyzőkhoz igazából, és legalább lehet beszélgetni mindenkivel. Úgyhogy nagyon örülünk a rendezvénynek, ezért én is nagyon sokat segítettem nekik. Megkértek, hogy akit tudok, hozzunk ide, meg segítsünk a pályában, meg mindenben. És hogy nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek, meg nagyon szépen köszönjük nekik, és szeretnénk, hogyha jövőre még többen lennénk. Nem csak beszélgetésre és találkozóra, de természetesen az autó kipróbálására is lehetőség volt a résztvevőknek. A teherautó és az autóbuszsofőrök számíthatnak ezúttal kiemelt rendőri ellenőrzésre a nemzetközi tiszpolakció keretében. A hatóság vizsgálja többek között a vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályok betartását, a járművek műszaki állapotát, de a tahográf ellenőrzésével a sebességhatárok betartását is. A nemzetközi akcióba a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság is bekapcsolódott. Az összehangolt európai szintű ellenőrzés keretében hazánk egész területén is a tehergépkocsik és az autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi a rendőrség. A Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság területén a 37-es főút mentén kitereléses módszerrel vont el vizsgálat alá a mai napon a járműveket a hatóság. Tiszpol akció keretén belül a nehéz tehergépkocsik és a buszok kerültek ellenőrzés alá vonásra. A Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságon a Szerencsi, a Sárospatak és a Sátoraljaújhelyi rendőrök végzik közösen az ellenőrzést. Az eddigi ellenőrzés során már ittas tehergépkocsi vezető került kiszűrésre, olyan tehergépjármű, aminek le volt járva a műszakia, illetve az ellenőrzés során a tahográfba ellenőrizzük a sebességet, és sebesség túllépés miatt is került helyszínbírság kiszabásra. A vizsgálat alá vont járművek esetében a hatóság vizsgálja azt is, hogy a járművezetők az előírásoknak megfelelően betartják-e
a pihenő és a vezetési idővel kapcsolatos előírásokat. A tehergépkocsi vezetőknél és a buszsofőröknél az ellenőrzés során a vezetés és pihenő időket ellenőrizzük, az arra feljogosított kollégák ellenőrzik, akik IATR ellenőri kártyával és bélyegzővel rendelkeznek. Ilyenkor, amennyiben nem tartják be a vezetési és pihenő időt, közigazgatási eljárást kezdeményezünk a gépkocsi vezetővel szemben, és ebben az esetben több 100 000 forintos bírság is kiszabásra kerülhet. Itt az ellenőrzések során eddig olyan gépjárművezetővel nem találkoztunk, akinek a vezetés és pihenő idejével lett volna gond. Reméljük, hogy a nagyobb létszámú ellenőrzés azért visszatartó erővel bír a gépjárművezetők részére. A Tiszpol akció a hét folyamán folytatódik, csütörtökön Sárospatakon, ahol a Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság munkatársai is bekapcsolódnak az ellenőrzésbe. Hétvégén pedig kifejezetten az autóbuszokra irányul majd a fokozott közúti rendőri vizsgálat. Hasznosak, de veszélyesek is az elektromos kerékpárok, amelyekre a gépjárművekhez hasonló közlekedési szabályok vonatkoznak. Hívta fel a figyelmet a Sárospataki rendőrkapitányság. Elhangzott, az elektromos kerékpár jogosítvány nélkül vezethető, de például szeszes ital fogyasztása, ilyen jármű használata esetén az autós ittas vezetéshez hasonlóan bűncselekménynek számít. Egyre több elektromos meghajtású kerékpár van Sárospatakon, tulajdonosaik javarészt az idősebb korosztályból kerülnek ki. Vélhetően kényelmi szempontból választják az emberek ezt a közlekedési formát, de nem árt tudniuk, hogy komoly szabályok vonatkoznak rájuk. Az elektromos kerékpár az egy viszonylag újfajta jármű, ami feltűnt itt a magyar közutakon. A kerékpár az egy olyan jármű, amellyel bárki közlekedhet, különösebb vezetői engedélyre nincs is rá szükség. Vagyis bárki közlekedhet vele, amikor megszülettünk, illetve halálunk előtt is, utolsó pillanatig kerékpározhatunk, hogyha alkalmasak vagyunk a kerékpározásra, úgy, hogy semmiféle KRESZ ismerettel nem rendelkezünk, mert nem kötelező. Ez az elektromos kerékpár ebből a szempontból viszont veszélyes egy eszköz, mert szinte segédmotoros kerékpár tulajdonságokkal rendelkezik. Hangtalan és 35-40-45 km-es sebessége is tud közlekedni, úgy, hogy szinte nem is lehet őket észrevenni, mivel nincsen hangjuk. Rengetegen közlekednek ezzel az elektromos kerékpárral, viszont a KRESZ úgy szabályozza ez a kerékpár fogalmát, hogy olyan jármű a kerékpár, amelyet emberi erő hajt, és azt pedig egy maximum 300 wattos motor segíti a hajtásban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a hagyományos kerékpárral való közlekedés során például az alkohol fogyasztása kismértékben megengedett, addig az elektromos változatban az autósokhoz hasonlóan zéró tolerancia van, vagyis az alkoholos befolyásoltság ez esetben már bűncselekmény kategória. Bacsó Tibor azt is elmondta, eddig szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszták az elektromos kerékpárral történő közlekedési baleseteket az érintettek. Volt ilyen közlekedési balesetünk, volt ilyen személyisérüléses balesetünk is, bár nem jellemző. Évente egy-kettő előfordul, hogy felborulnak ezzel az elektromos kerékpárral, vagy nem veszik őket észre, úgy fordulnak be, ennek ütköznek a járműveknek. Szerencsére nagyon súlyos közlekedési balesetünk ilyen elektromos kerékpárral még nem volt. Az alezredes azt is elmondta, elektromos kerékpár vásárlása előtt mindenkinek érdemes nem csak a kényelmi, hanem a biztonsági szempontokat is figyelembe vennie. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Újabb rekord, 171 tételt neveztek a Sárospataki hegyközségi borversenyre. Teljesen megújul a Sátoraljóújhelyi Kossuth gimnázium. Tanévkezdésre elkészülnek a munkálatokkal. Kétnapos borfesztivál tartottak Sárospatak főterén. Önök az M-Plain Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a világhálón, a www.zemplaintv.hu weboldalon is. Már megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!